Köszöntöm nézőinket! Országszerte tartottak ma megemlékezéseket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 176. évfordulóján. Adásunk első felében a Várpalotán és Inotán zajlott ünnepi főhajtásról készült összeállításokat tekinthetik meg. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 176. évfordulóján a Túrivárban rendezett megemlékezésen Polgárdi Imre köszöntötte az ünnepet. A Veszprém vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke aláhúzta: szabadság és hűség. Ez adja március 15-e erejét, és nagysága is ebben rejlik. 1848-49 sokkal több volt egy lázas forradalomnál és hősies szabadságharcnál. 1848 márciusa a szabadság örömét, az önrendelkezés szépségét, a polgári fejlődést, egy közösség összetartozásának felemelő érzését hozták. Mi magyarok büszkék lehetünk arra, hogy 176 évvel ezelőtti sikerrel tettük meg az első lépést azon az úton, amelynek sok tekintetben a mai szabadságunkat és függetlenségünket is köszönhetjük. Mert Ausztria és Oroszország együtt hiába bizonyultak erősebbnek nálunk, a bécsi udvar és az orosz cár hiába szövetkezett szabadságharcunk végre félbefolytására. Minket magyarokat olyan fából faragtak, hogy bár a sokszoros túlerő olykor megadásra kényszerített bennünket, de közös eszmeink és közös hitünk feladására soha senki sem vehette rá nemzetünket. Megmaradásunk és fejlődésünk kulcsa a szabadság, melyet a végsőkig őriznünk kell. Polgárdi Imre hangsúlyozta, a szívünk fölé kitűzött kokárda 176 éve ugyanazt jelenti: a szabadság, a függetlenség, a polgárosodás iránti vágyat. A márciusi ifjak tudták és hittek abban, hogy a polgári átalakulás csak akkor sikerülhet, ha azt minden többen a magukénak érzik. A szabadságnak színe, formája, értéke és értelme lesz. Ha a szabadság nem csupán egy zászlóra ringeszthető szó lesz, hanem felemelő, a munkának értelmet adó, mindennapi tapasztalat. Ha az emberek a köldeken, a műhelyben, az iskolában, a piacon, egy városi étteremben és a falu főterén is hisznek benne, és szívből akarják. Ha pedig veszélybe kerül, készek áldozatot is hozni érte. A reformkor a szabadságharc és a kiegyezés együtt polgári Magyarországot teremtett. A megosztott jogokból, a közös teherviselésből, a megszenvedett szabadságból nemzet született. Modern nemzeti közösség, amely erős, időtálló kapcsolat között magyar a magyarhoz, amely nem csak érdekszövetség, hanem szellemi kötelék is. Az összetartozás, az összefogás korábban nem ismert eszméje, melyet erősítve őrzünk a mai napig is. 1848-49 története tele van kiváló emberi teljesítményekkel, amelyek még ennyi idő távlatából is élővé teszik számunkra a múltat. Az ő alkotó munkájuk, áldozatuk, hősiességük miatt eleven mind a mai napig 48-49 emlékezete. Ezért könnyű szeretni ezt a napot, mert március 15-e történeteiből, emberi arcaiból magunkra ismerhetünk. Vágyaik a mi vágyaink, eszményeik a mi eszményeink, zárta a gondolatait Polgárdi Imre. Veszprém vármegye önkormányzata a kimagasló szakmai munka elismerésére Pro Comitatu díjat alapított. A rangos kitüntetést idén Magyar János építészmérnök, a Sédmenti vízimalmok kutatója, Veszprém vármegye mérnöki kamarájának alapítója vehette át Polgárdi Imrétől. A folytatásban Campanári Talabér Márta polgármester adta át az önkormányzat által odaítélt középiskolai ösztöndíjakat az arra érdemes várpalotai fiataloknak, majd a zeneiskola növendékeinek összeállítását tekinthették meg a városi ünnepség résztvevői. Thank you.
Elsőként Sütő Emese és Józsa Eleonóra léptek a közönség elé, majd a Picinkák csoport előadásában, a Nyíregyhű népzenei együttes kíséretében 48-as huszárnótákat és katonadalokat hallhattak a résztvevők. A központi városi ünnepség koszorúzással zárult a vár mögötti téren található 1848-as emlékműnél, ahol a várpalotai önkormányzat, a Veszprém vármegyei önkormányzat közgyűlése és dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő, valamint a Veszprém vármegyei kormányhivatal, a várpalotai rendőrkapitányság, a Magyar Honvédség Böszörményi Géza csapatgyakorlótér parancsnokság és a pétfürdői hivatásos tűzoltó parancsnokság, a Magyar Honvédség légiműveleti vezetési és irányítási központ, valamint a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi nyilvántartó parancsnokság 6. hadkiegészítő és toborzó központja. A Turivár Nonprofit Kft., a Gábor Áron nyugállományú a klubja, a Bánaladár általános iskola, valamint politikai szervezetek hajtottak fejet a forradalom és a szabadságharc hősei előtt. A reggeli órákban Inotáné zajlott főhajtása a Radnóti úti emlékműnél, ahol Petnázi Beatrix önkormányzati képviselő felidézte, 176 évvel ezelőtt a magyar nép felkelésével megkezdődött a szabadságharc a Habsburg uralom ellen. Ezen a napon született meg a 12 pont, amely a magyar nemzet jogait és követeléseit fogalmazta meg. Ezen a napon szólalt meg Petőfi Sándor a Nemzeti Múzeumnál, és olvasta fel a nemzeti dalt, amely a forradalom himnusza lett. De miért is ünnepeljük ezt a napot? Miért fontos nekünk, akik a 21. században élünk, hogy emlékezzünk a 19. század hősökre? Mi köti össze velünk, akik ma itt állunk? A válasz egyszerű. A szabadság. Szabadság, kedves szó, mi szívemet mindig úgy megdobogtatod. Arany János szavaihoz hasonlóan a szabadság gondolata mindannyiunk szívét megdobogtatja. A szabadság, amelyért ők harcoltak, és amelyet mi is őrzünk. A szabadság, amely a magyar nemzet lényege, és amelyet soha nem adunk fel. A szabadság, amelyet nem csak a múltban, hanem a jövőben és a jelenben is meg kell védenünk. De mit jelent a szabadság ma? Mindenkinek mást jelent, egy dologban azonban egyetérthetünk. A szabadság nem csak jog, hanem felelősség is. Felelősség önmagunk, családunk, a közösségünk és a nemzet iránt. Ünnepi beszéde zárásaként Petnázi Beatrix kiemelte, az 1848-49-es szabadságharc örökös példa és erő a zsarnokság elleni küzdelemben. Nekünk, akik a korábban békés Európából egy háború sújtotta, veszélyekkel teli terhes világba cseppentünk, újra meg kell tanulnunk megbecsülni a szabadságot és a nemzeti függetlenséget. Rabok voltunk, I'm gonna
Az inotai megemlékezésen a Várkerti Általános Iskola inotai tagiskolája adott ünnepi műsort, majd koszorút helyezett el az emlékműnél Várpalota város önkormányzata, a Túrivár Nonprofit Kft., az inotai tagiskola, valamint a Fidesz várpalotai szervezete. Az alsóvárosi temetőben gróf Zicsi Béla nemzetőr sírjánál is tartottak megemlékezéseket március 15-én reggel a Város Szépítő és Védő Egyesület szervezésében, ahol a Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola tanulói egy irodalmi műsor keretében elevenítették fel a 176 évvel ezelőtt történteket. Hol ember él, hol ember fél, költő visszatér. Hol magyar él, hol magyar fél, Petőfi visszatér. Hol ember él, hol ember fél, költő visszatér. Hol magyar él, hol magyar fél, Petőfi visszatér. Az eseményen Budai László kiemelte, 1848 tavasza a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb időszaka volt. Létrejött a modern értelemben vett magyar politikai nemzet, s az ország minden polgára azonos jogállásúvá vált. Az utolsó rendi országgyűlésen az úgynevezett áprilisi törvényekkel a Szent István király által létrehozott keresztény feudális államból egy polgári államot, alkotmányos monarchiát hoztak létre. Mindezt nem jogfosztással, hanem jogkiterjesztéssel, a szerzett jogok tiszteletben tartásával, fogalmazott a Kródi Gyula városi könyvtár igazgatója. Budai László idézve Veszprém megye első alispánja, Rosos István feljegyzéseit, a várpalotai történésekkel kapcsolatban elmondta. 1848. március 22-én Palota mezővárosban, lobogókkal ellátva, zene kíséretében nagy számú nép gyűlt össze, kifejezve ezzel rokonszemvüket a forradalom mellett. Május 7-én pedig mintegy 400 fős nemzetőrség tette le ünnepélyes esküjét az alkotmányra és a királyra. A lelkes önkéntesek közé tartozott Petőfi Sándor öccse, Petőfi István és gróf Zicsi Béla is, akit több száz társával együtt a drávamenti frontra vezényeltek 1848 nyarán egy a délvidéken kiszélesedett fegyveres konfliktus miatt. Ám a nemzetőröknek nem csak a szerb fejedelemségből támogatott felkelőkkel kellett szembenézniük, mert július végére tömeges megbetegedésektől is szenvedtek, tette hozzá a könyvtárigazgató. 1848. július 29-ét követően több száz társával egyetemben Zicsi Béla is ágynak esett, és amint az a gyászjelentéséből kiderül, 1848. augusztus 5-én rövid betegség után ideglázban halt meg Dráva hídvégen, vagyis a mai Baranya hídvégen. Tűzkerességen ennél később esnek át az ő társai, tehát ő már harci cselekményekben nem vett részt. Igaz, hogy nem harci cselekményekben vesztette életét. Klasszikus értelemben nem halt hősi halált, de elvitathatatlanul életét adta hazájáért. A várpalotaiak 1848-ban is tisztelték önfeláldozását, hogy együtt harcolt hétköznapi embertársaival a haza szabadságáért, függetlenségéért, illetve 1992 óta minden évben megemlékezünk a fiatalon elhunyt grófról, aki nemes létére önkéntesen jelentkezett nemzetőrnek, hogy harcoljon azért a Magyarországért, amelyben az ő nemesi kiváltságait eltörölték, a családja parasztjait, zsellérjeit felszabadították és jogi értelemben vele egyenlővé tették. Az ünnepi gondolatokat követően a Város Szépítő és Védő Egyesület, illetve a Palotai Turul Társaság tagjai, valamint a Nepomuki Szent János Katolikus Iskola tanulói helyeztek el koszorúkat és virágokat gróf Zicsi Béla nemzetőr sírjánál.